gyerekkori könyv élményeimből kiemelkedik a Kis Herceg. Emlékszem, hogy 15-ször, 20-szor olvastam el a rókás részt, utána, amikor meghal, amikor a kígyó megmarja, zokogtam, napokig zokogtam, és mindig elővettem, és újra olvastam, és zokogtam, zokogtam. És vártam azt, hogyha majd felnőtt leszek, és majd lesznek gyerekeim, akkor majd oda fogom nekik is adni a könyvet, és majd ők is így fognak zokogni. Kellett várni sokat, de aztán tényleg felnőtt lettem, gyerekeim is lettek, és a nagyobbik lányom, amikor olyan 7 éves volt, tehát amikor én olvastam a könyvet, akkor azt mondtam, na kislányom, ezt most olvastam. És vártam, hogy majd zokog, és elolvasta, és mondta, hogy elolvastam. Mondom, és hát ez az egyik legszebb könyv, amit valaha írtam. De miért? Ez a könyv egy elkényeztetett, önző, hülye kisgyerekről szól. Ja,